Petőfi Sándor, a 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad és örömed, nincs rá szüksége a világnak, és ezért a szent fát félretett. Pusztában bújdosunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott, és követte, melyet Isten külde vezérül, a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mindaki költő, a néppel tűzön vizen át, átokreá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját, átokreá, ki lomhaságból vagy gyávaságból elmarad, s míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenkenő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földön van. Hazugság. Szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik nap hevében éhen, szomjan, kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jobbnak asztalánál mind egyaránt foglal helyet. Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig nincs megnyugvás. Addig folyvást küzdködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szerint lárcsókkal zárja be. És virágkötéllel sejempárnál bocsátja a föld mély. Yeah.
12 pontot. Első pont, kívánjuk a sajtó szabadságát! Tegy úr eltörlését! Igen! A sajtószabadság a polgárjogok alapvető szimbóluma. Az áprilisi törvények elismerték a sajtószabadságát. Második pont, felelős minisztériumot Budapesten. Úgy legyen! 1848-ban nem létezett volna a magyar kormány, nem léteznek minisztériumok sem. A forradalmat követően alakult meg az első felelős magyar kormány, Gróf Batthyány Lajos vezetésével. Harmadik pont. Éven kétszer országgyűlés Pesten! Igen! A forradalom után kiszélesedett a választójog, az új parlament 1848. július 2-án ült össze. Negyedik pont. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Igen! Polgári jogrendszert kívánták létrehozni. Az áprilisi törvények kimondták a felekezetek közti egyenlőséget, és törvényesítették az unitárius egyházat. Ötödik pont. Nemzeti ötszöreg? Igen! Batthyány kormány hatalomra kerülésekor nem volt az országnak önálló katonai ereje. Az 1848. júliusában összeült országgyűlés elfogadta az őrsereg felállításáról szóló törvényt. Hatodik pont. Közös teherviselés? Igen! Thank you.
köszönjük szépen minden közreműködőnek a műsorban való részvételt, és hát egy március 15-i rendezvény nem hiányozhat az ünnepi beszéd sem. Ezután Németh Balázs, a Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkar tanársegédje mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelettel köszönöm Önöket, és köszönöm szépen a szót. Március 15-éről nehéz beszélni mindig még egy történésznek is, pedig higgyék el, hogy rengeteg történetet ismerünk, de nehéz, mert olyan sok réteg került rá tulajdonképpen az elmúlt években, elmúlt évtizedekben, sőt évszázadokban, amelyek alól nehéz kibogózni sokszor, hogy kik voltak ezek a március ifjak, és milyen szerepet játszott egyáltalán a pesti forradalom. 1867 után azt hiszem nem volt egyetlen olyan kormányunk sem, amely ne tekintette volna sajátjának március 15-ét, ami valljuk be, hogy jó. Mert ez azt jelenti, hogy március 15-e az egy olyan nemzeti közös többszörös, amelyhez mindannyian visszanyúlhatunk. Persze ennek vannak azért hátulütői is, hiszen a politikusok előszeretettel szeretnek belelátni aktuál politikai eseményeket, de engedjék meg, hogy én ezekkel ne foglalkozzak, hanem sokkal inkább egy olyan történettel foglalkozzak, amely egy picikét más megvilágításba helyezheti március 15-ét. Ez a történet tulajdonképpen az a sakkjáték, amely ebben az időben Pozsony, Bécs és Budapest között játszódik. Mert hogy tulajdonképpen nem feltétlenül Budapesten történik, vagy Pest-Budán történik ekkoriban a legfontosabb események sorozata. A 12 pont, melyről a hallgatók ilyen gyönyörű szép előadást tartottak, nagyon szépen megmutatta számunkra, hogy mi ez az alapinformáció, ami egy forradalomhoz kell. De hogy ezek ilyen szépen és egyszerűen meglettek fogalmazva, az feltételezte, hogy ezek a gondolatok már előtte létezzenek. És meg kell, hogy erősítsem ezt, ezek a gondolatok nem március 15-én születtek meg. Azért lehetett őket ennyire egyszerűen, igazán megfogalmazni, mert ezek ott voltak minden igaz magyar szívében már. 1690-es évektől a nemesi felkeléseknek a programjában mind-mind ezeknek részei már jelentkeztek, sőt, hogyha csak a március 15-i dátumhoz szeretnénk ragaszkodni, akkor azt is mondhatjuk, hogy 1847. március 15-én, amikor megalakult a Kossuth által vezetett ellenzéki párt, akkor az ellenzéki program az tulajdonképpen a 12 pontnak megfelelő tartalmat tartalmazta, persze sokkal polkorrektebben megfogalmazva. De hogy ez a 12 pont hogyan jutott el március 15-éhez, az is egy rendkívül érdekes időszak. Március 3-án hallhattuk már, hogy tulajdonképpen egy Kossuth által az alsóházban előadott beszéd volt, ami elindította a folyamatot, amely annyira lelkesítő volt, és annyira jól megfogta ennek a történetnek a lényegét, hogy az ingadozókat is maga mellé tudta állítani. Ezért tudta az alsóház szinte egyhangulag elfogadni ezt a bizonyos feliratot, amelyet a császárnak kívántak beterjeszteni. Ez sok egyéb kérdéssel foglalkozott egyébként, nem csak ezzel a bizonyos 12 pontban foglalatokkal, hanem foglalkozott a birodalom gazdasági helyzetével, a itáliai hadihelyzettel, tehát sok olyan összetevője volt, ami adott esetben nem feltétlenül a mi forradalmunkhoz csatlakozott, de egy jó apropó volt arra, hogy a császár véleményét kikérjük, aki egy picit gyenge elméjű volt, 5. Ferdinánd nem volt a legokosabb ember, helyette a Kamarilla kormányzott ebben az időszakban. Ez a március 33-ai alsóházi beszéd elindította a folyamatot, amit a császár megpróbált elakasztani, méghozzá úgy próbálta meg elakasztani, hogy a felsőház véletlenül se szavazhasson elől. A felsőház legfontosabb gondolkodóit meghívta Bécsbe egy tanácskozásra. Csak hogy miközben ez a tanácskozás zajlott, eközben történt egy kis malőr, méghozzá az, hogy március 13-án Bécsben kitört a forradalom. Ez viszont átírta a lehetőségeket. 14-én mégiscsak összehívták a felsőházat, a felsőház pedig egyhangulag beállt a 12 pontnak megfelelő tartalmú kiáltvány mögé, és elhatározták, hogy másnap egy 100 fős küldöttség hajón fogja ezt elvinni a császár elé. El is indult egyébként március 15-én ez a hajó, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, minthogyha március 14-ére győzött volna a forradalom. Csak hogy ezt nem jelenthetjük ki, mert a császár kezében volt még mindig a döntés. Nagyon fontos kérdés volt, hogy hogyan kapcsolódik be ebbe a szába Pest. Ugyanis Pest volt az egész történetben az aduász. Március 7-én Irányi Dániel kereste föl Pozsonyban Kossuthot, és arról egyeztettek, hogy milyen lépéseket kell majd tenni a pesti ifjúságnak ahhoz, hogyha egy ilyen helyzet előáll, akkor azt ki tudják megfelelően használni. A megegyezésnek megfelelően 18-án tartottak volna egy lakomát, ezek az ifjak egyébként, remélem a hallgatók még itt vannak és hallják ezt, hogy pontosan ugyanolyan ifjak voltak, mint önök, egyetemisták voltak, fiatal, 20-22-23 éves emberek voltak, akik szerették az életet, nem véletlenül, hogy egy lakomát választottak arra, hogy meg lehet beszélni a dolgokat, a jó bor mellett sokkal könnyebben oldódik a szó is. A lakomára viszont nem került sor, Irányi Dániel megegyezett Kossuthtal, hogy milyen lépéseket kell majd meglépni, de a lakomára nem került sor, ugyanis a 13. forradalomnak a híre megérkezett Pestre is, ami felgyorsította az eseményeket.
Amikor 15-én Landerer és Hekenász nyomdájában bőszen nyomják németül és magyarul a 12 pontot, és a nemzeti dal természetesen, akkor már bőszen a hajón mennek Bécs felé a 100 tagú küldöttségnek a tagjai. Tehát párhuzamosan történnek az események. És akkor kérdezhetjük, hogy mégiscsak hol szerepel Pest ebben a sztoriban. Hát, hölgyeim és uraim, egyszerűbb a képlet, csak egy picikét ki kell hámozni a 12 pontból azokat a pontokat, amelyek megvalósultak. Ugye szoktuk mondani, hogy a sajtószabadság az március 15-ének az egyik legfontosabb vívmánya, hiszen de facto azzal, hogy a nyomdában kinyomtatták előzetes cenzúra nélkül a 12 pontot, ez felszámolta a cenzúrát. Csak hogy hölgyeim és uraim, 3 nappal később azért a helytartótanács mégiscsak bevezetett egy cenzúrát, ami egy picit más volt ugyan, nem előzetes cenzúra volt, hanem egy utólagos cenzúra, de mégiscsak felelőssége vonhatóak maradtak azok, akik kiadták, kinyomtatták ezeket az anyagokat. Van egy fontosabb dolog, ami egy hadtörténés számára talán még egy picit fontosabb is, mint a sajtószabadság, és ez a nemzeti őrsereggel kapcsolatos. Március 15-én a helytartó tanácsot sikerül meggyőzni arról, hogy 1500 fővel emeljék meg a pesti polgárőrségnek a létszámát, és ehhez fegyvereket is biztosítsanak. Ennek megfelelően március 16-án a pesti ifjúság elkezd jelentkezőket gyűjteni ehhez a szép társasághoz. Ez tulajdonképpen a polgárőrségnek az első olyan igazán polgáriasított változat, aminek már nem a feladata a városvédelme, hanem tulajdonképpen a forradalom vívványainak a megvédése. És több ezer ember gyűlik össze ezeken a listákon, és ezek az emberek követelik a helytartó tanástól, hogy adjanak nekik fegyvert. A helytartó tanács válasza pedig az, hogy a hadszertárakban csak 500 puskánk van, mert hogy a többit elküldtük Komáromba. Ugye gondoltak arra, hogy ha kicsikét rizikósabb lesz a helyzet, akkor azt kezelni tudjuk. A pesti ifjak viszont ilyen könnyen nem hátrálnak ki ebből a történetből. Ezt az 500 fegyvert megszerzik a budai hadszertárból, ami a várban volt ebben az időben, valamint a pesti új épületnek az épületéből szereznek még meghatározhatatlan mennyiségű fegyvert. Ez az új épület tulajdonképpen egy hídfőerőd volt a pesti oldalon, ez valahol a mostani Szabadságtér környékén volt, és több szempontból is szerepet játszik a magyar történelemben, és nem csak azért, mert ugye ezzel a magyar honvédség gyalogságának a szülő hazája lett ez a kis épület, ami szép nagy volt és robosztus, de ebből az épületből származott az 5. császári királyi tüzérezrednek a lövegállománya, amelyből a honvéd tüzérséget hozták létre. Sőt, ennek az épületnek az udvarán végezték ki 1849. október 6-án Batthyányit. Úgyhogy mindenképpen kötődünk ennek a történetéhez. Tehát március 16-ára előáll egy olyan helyzet, amikor itt van egy forradalmi helyzet, amely békésen zajlott rá, amely viszont felfegyverezte magát. Körülbelül 1500-2000 fővel rendelkezett a polgárőrség ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy ebben az időben nagyjából a császári királyi hadseregnek olyan 3 zászlóanyi ereje volt ebben a pest-budai régióban, ez nagyjából 3000 főt jelentett, tehát a pesti néppel, több tízezres pesti néppel együtt körülbelül 1500-2000 fegyverest is szembe lehetett állítani az uralkodó akaratával. Ez volt, ami miatt az uralkodó nagyon bölcsen, már hogyha egy 5. Ferdinándot bölcsnek lehet nevezni, jóvá hagyta a magyar igényeket, és ez volt, ami tulajdonképpen felgyorsította a lehetőségeket. Tehát Pozsony és Pest, az úgy szerepel a történetben, hogy Pest az aduász a pakliban. A történet innentől felgyorsul, ugyanis 23-án kinevezik a kormányt, a felelős első felelős magyar kormányt, és április 11-én pedig megjelennek az áprilisi törvények. És kérdezhetjük bátran, hogy mi okozza azt, hogy ennyire gyorsan sikerül ezeket a törvényeket megírni, és hogy miért nincsenek ezekről a személyekről hosszú-hosszú hónapokig tartó viták, miközben egyébként az alsóház és a felsőház az jellemzően folyamatosan akasztotta egymás munkáját. Hát azért, hölgyeim és uraim, mert ezek a pontok, ezek beépültek az emberek tudatába. Ezeket a törvényeket már csak ki kellett írni a szívből, ezek meg voltak már fogalmazva. Ezért lehetett ilyen gyorsan felelős kormányom Magyarországnak. És hogy visszatérjek egy picit az első gondolatomhoz, hogy kié március 15-e. Be kell, hogy valljam, és ebben lehet, hogy sokan vitatkoznak velem, hogy ez nem a mi korosztályunké. Március 15-e nem azoké az embereké, akik elmélkednek róla, vagy adott esetben a történetét kutatják. Március 15-e azoké, akik írják a történelmet. És itt szeretném a hallgatóimat még egyszer szólítani, hogy március 15-e a tiétek. Nektek kell ebben élni, nektek kell meghallani azt, hogy Petőfiék sugallják nektek, hogy éljetek, vegyetek részt a haza sorsában. Mert hogyha részt vesztek a haza sorsában, akkor értékes életet éltek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Oh,
Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, ünnepi rendezvényünk első része ezzel véget ért. Most megkérem majd önöket, hogy a szózat elhangzását követően vonuljunk fel közösen az első emeleti Széchenyi díszterem előtti folyosóra, ahol az adományozók falát fogjuk majd felavatni. Itt beszédet mond Paty András professzor, egyetemünk rektora. Kérem, hallgassuk meg a szózatot. Hölgyeim és uraim, tehát folytatjuk ünnepi rendezvényünket. Itt vagyunk az adományozók fala előtt az első emeleti folyosón. Most megkérem Paty András professzor urat, egyetemünk rektorát, hogy mondja el gondolatait. Kedves egyetemi polgárok, kedves vezetőtársaim, kedves vendégeink! Lehet, hogy sokan még szívesen elhallgattuk volna a kitűnő légierő zenekar muzsikáját, nótáit, Katona János alezredes úr vezényletével, de a program szerint az adományozók falának felavatásával folytatódik ünnepi megemlékezésünk. Tulajdonképpen nem illik két ünnepi beszédet mondani egy ünnepen, ezért csak nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy mit jelent nekünk az a szöveg, ami itt most szép iparművészeti kivitelben a falon látható. Azoknak mondom, akik messzebb állnak főleg. A nagyobb üvegtáblán a Ludovika Akadémia alapításáról rendelkező 1808. évi 7. törvénycikk látható. Ez az a törvénycikk, amely annak az intézménynek az alapjait, törvényi és pénzügyi alapjait megteremtette, melynek az épületében most itt állunk, és ez az az intézmény, amelynek szellemi és bizonyos szempontból jogi utódaiként is működik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ez az az intézmény, melyet az alábbi szavakkal indított útjára több mint 200 évvel ezelőtt a Magyar Országgyűlés, midőn a karok és rendek, ez az országgyűlés jelentette akkor, tehát midőn a karok és rendek az ország védelmi ügyét tárgyalják vala, tanácskozásaikat nem csupán a jelen időre, hanem a jövendő korra is kiterjesztették. Mintha látnokok írták volna ezt a preambulumot, mintha ezek a látnokok gondoltak volna magunkra is, úgy hangzanak ezek a szavak, hiszen a jövendő kor most van. 1808-hoz képest mi vagyunk a jövendő, mi vagyunk azok, akik ennek az intézménynek az örökségét ma tovább vihetjük, vagy tovább visszük. A törvény teljes szövege itt látható a falon, és a törvény magába a szövegbe inkorporálta, belefoglalta azoknak a nevét, ma azt mondanánk, hogy beosztását, titulusát, akik pénzadománnyal, vagyoni értékkel járultak hozzá az akadémia létesítéséhez, és az összeget, amit adományoztak. Ezek a kisebb táblák arrafelé. Tulajdonképpen azt lehet mondani, ahogy a neveket olvassuk, hogy hát természetes, hogy ők hozzájárultak ennek az intézménynek a létesítéséhez, hiszen néhány kivételtől eltekintve
valamilyen tisztségviselőt, főispánt, alispánt, tulajdonképpen az akkori elitnek, az arisztokráciának a tagjait látjuk. De nem csak az arisztokrácia felső rétege jelent meg, hanem néhány alacsonyabb beosztásban élő, létező személy is, és ha az összegeket nézzük mellettük, akkor nagyon komoly adományokról van szó. Nagyon nagy összegeket ajánlottak föl. Természetesen abban az időben, a rendi korszakban nem nagyon volt egymástól elválasztva az állami hatalom, illetve a vagyoni hatalom, hiszen egy-egy komolyabb beosztáshoz földbirtok járt, adott esetben az egyházi tisztségek viselése is egy földbirtok fölötti rendelkezés jogával járt együtt, és annak a földbirtoknak a jövedelméből kellett azt a tisztséget ellátni, azt a munkát elvégezni. De mindenféleképpen, akármilyen jogi háttérrel is magyarázható ez a helyzet, mindenféleképpen arról van szó, hogy valaki azt a pénzt, amit magára kellett volna költenie, vagy a családjára, vagy a rokonaira, azt felajánlotta arra, hogy legyen majd egy intézmény. Mert amikor ezt a törvényt szövegezték, és ezeket a pénzeket felajánlották, nem volt ez az épület. Ez az épület ezekből az összegekből lett. Ezeknek az embereknek az adományából. Föltehetjük a kérdést, hogy nem túl profán dolog-e pénznek emléket állítani. Föltehetjük, de rögtön meg is kell válaszolnunk, hiszen nyilván, ha fölteszünk egy beszédben egy kérdést, azt meg kell válaszolni. Itt most nem a pénzt ünnepeljük. Itt a szándékot ünnepeljük. A hazaszeretetet ünnepeljük. A nemzet szeretetet ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy ezeknek az embereknek annyira fontos volt a magyar nyelvű honvéd tisztképzés ügye. Annyira fontos volt, hogy jöjjön létre egy intézet, melyben a jövendő magyar tiszteket úgy képezik ki, ahogy írja a törvény 4. paragrafusa, hogy a tanulmányi rend tanulmányrend olyan legyen, hogy ők képesek legyenek az állami szolgáltatást is magas szinten ellátni. Tehát annyira fontos volt egy ilyen intézetnek a létesítése, hogy erre vagyonukat felajánlották úgy, hogy nem is tudhatták, hogy ez meg fog épülni, ez az épület, és el fogja kezdeni a munkáját majd ez az intézet. És bizony több mint 20 évnek kellett eltelnie, további 2 törvénynek kellett megszületnie, mire le tudták tenni az alapkövét ennek az épületnek. És az alapkő letétel 1831 után 36 követte, az alapkő letételt 36-ban követte az épület átadása. Évtizedekig nem működött benne katonai intézet. 1849-ben majdnem megkezdte a működését az ezekből az adományokból is felépített épület, de végül is a normál akadémiai működés csak a kiegyezés után 1872-ben kezdődött meg. Magának az akadémiának a fölépítéséhez az itt fölírt óriási adományösszegek egyébként nem voltak elegendőek, illetve a törvény idézőjelben túl hamar született meg, a legutolsó sorát, akik közel állnak majd, ott láthatják, el tudják olvasni, az utolsó sorok arra utalnak, hogy már az országgyűlésben is olyan sokan tettek felajánlást az akadémia megépítésére, az intézet létrehozására, hogy majd az ő nevüket egy későbbi törvényben tudják csak kiírni. Ez meg is történt 1812-ben, illetve 27-ben és a 30-as években. Ami azt jelenti, hogy ettől az ajtótól jobbra egy további falat kell majd elhelyeznünk, azoknak a további neveknek és összegeknek a feltüntetésével, akik később tették meg adományaikat, és ezek közé tartozik a legnagyobb adománytevőként számon tartott gróf Butler János is, akinek majd remélem, hogy nem sokára a szobrát is vissza tudjuk ide helyezni ebbe az épületbe. És nem szabad arról sem megfeledkezünk, hogy az épületnek a belső udvarán körben ott láthatók magyar vármegyék címerei, és a 64. vármegye címer helyén látható kőpajzson pedig elmagyarázza az utókornak, a jövendőkornak, és azok képviselőinek elmagyarázza a tábla, hogy a vármegyék is mind egy emberként álltak, a vármegyék közösség is egy emberként álltak emögé, a nemzeti ügy mögé, mert ez az intézet, ez nemzeti ügy volt. Tehát amikor most ezt az adományozók falát fölavatjuk, nem véletlenül március 15-én tesszük ezt meg, mert egy nemzetet egyesítő forradalmi átalakulásnak, egy nemzetet egyesítő nagy változásnak a napján a nemzetet egyesítő eszmének állítunk emléket. Annak az eszmének, mely aztán testé lett, pontosabban épületté lett, és annak az eszmének, melynek szolgálatában százak és ezrek tanulhattak ennek az intézménynek a falai között, és válhattak a magyar honvédség, a magyar fegyveres erők és a magyar közigazgatás kiváló képviselőivé, tisztjeivé, és halhattak közülük nem kevesen a két nagyháborúban
és más fegyveres konfliktusokban hősi halált. Látom a szemeken a meghatottságot. A meghatottság részben a fáradtságból fakad. Ebből érzékelem, hogy talán most már eleget beszéltem. És itt az ideje, hogy az avatás is megtörténjen, és itt az ideje, hogy átadjuk ezt a falat, olvasgassák, nézzék, értelmezzék, jegyezzék meg ezeket a neveket. Ma azért állunk itt, és ma azért dolgozhatunk ebben az épületben, mert ők adományoztak egy szent célra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, állítólag most le kell szednem a szalagot.